Július 4-e és 8-a között várta a balett és modern tánc iránt érdeklődő kisgyerekeket Baross Eszter, bajai származású színházi táncos és rekreációs sportszakember, aki nemrégiben kezdte a táncoktatást Kiskörösön. A tánctábort a Petőfi Sándor Művelődési Központban szervezték meg. Változatos óratípusokkal igyekeztünk a gyerekeknek a munkakedvét fenntartani, illetve az érdeklődését. Volt a baletten kívül balett alapú modern tánc technikák, jazz, énekes színpadi tánc és színházi tánc. Sziasztok, közben gyűlnek itt körülöttem a gyerekek. És emellett énekóra, ritmuskészségfejlesztő és játékos mozgás, illetve képesség és készségfejlesztő óra. Voltunk egyet fagyizni is a tegnapi napon, mert ugye a csütörtöki nap az mindig már egy kicsit nehezebben megy le, addigra mindenki eléggé elfárad, és akkor játszóztunk is egyet, tehát voltak kötetlenebb programok, illetve mindig az ebéd után, hogy kicsit így a kajakómát áthidaljuk, mindig kézműves foglalkozással kötöttük le őket, ami ugye most itt a háttérben is zajlik, mindig balettel kapcsolatos motívumokat készítettünk. És mindig makás. És az mindig mókás. Baross Eszter munkáját többen is segítették a tábor folyamán. Bajáról jött velem még két szintén ráből színpados tag, egy vezetőségi tag, Ördög Simonetta, ő tanítónak tanul, és ugye már sok-sok éve a színház tagja, a már korábban megrendezett színházi táncos, illetve táncszínházi darabokban ő is táncolt, és ő tanította a lányoknak az énekes színpadi táncórát, illetve mögöttem látható még segítségemre van Antal Réka, aki pedig jelenleg is az aktívan résztvevő táncszínházi csoportban résztvevő tagunk. Ő a Táncművészeti Egyetemre készül, jövőre fog felvételizni, és ott már a helyi csoportnál, illetve nálam is már vállal oktatói, besegít kistanári munkákat, hogyha mondhatjuk így. A táborba olyan résztvevők is érkeztek, akik még nem tagjai a táncszínháznak. Teljesen vegyes a csoport, tehát a csapat fele jár hozzám évközben is, és pont a két nagy lány itt mellettem teljesen új a balett területén, hogyha mondhatjuk így. A előképzettség, némi előképzettség azért mindannyiuknál van, tehát például Viola ugye tornázik mellette, fitkidezik, Annáék ugye néptáncoltak, jól emlékszem, Anna? Én is néptáncoltam. Most is? Te nem, Hanna néptáncolt, ugye? Én is néptáncolt. Te is néptáncolsz. Úgyhogy mindenki tanult már valamit. Vagy legalábbis nagyon szeret mozogni, és például annáik ugye nagyon örültek, hogy ránk találtak, mert évközben is szerettek volna balettezni, viszont nem találkoztak a lehetőséggel, és most jött szembe az édesanyjával a hirdetés, és akkor így már beszélgettünk is róla, hogy lehet, hogy a jövőben is lesz kedve csatlakozni. A szülők nagyon kooperatívan, rugalmasan együttműködve hozták a gyerekeket, és biztosították számukra a körülményeket. Baross Eszter szerint nagyon fontos, hogy ne csak a tanév, hanem a szünidő is aktívan teljen a gyerekek számára. A táboroztatás egyik nagyon fontos alappillére szerintem a közösségépítés, a csapatkohézió, barátságok születnek, köttetnek, itt mögöttem két nagy lány már barátságkarkötőt is hord már két napja, tehát tényleg nagyon szoros és közeli jó kapcsolatok kialakulhatnak, az egyik része az ez. Nyilván, mint például Anna esetében is, az évközbeni lehetséges csatlakozás is nagyon fontos, tehát most rátaláltak a tábor lehetőségére, és akkor ezáltal szeptembertől integrálható lesz a már meglévő haladó csoportba, mert nagyon ügyes nagy lány egyébként, és nagyon szépen, gyorsan, könnyen felzárkózik. És még nagyon fontos a program maga, hogy lekötjük őket, lekötjük a figyelmüket, ingerváltozás, és nyilván azoknak a gyerekeknél, akik évközben nem tanulnak, hogy valami újat próbálnak ki, és ezáltal ugye fejlesztik, illetve tréningezik magukat különböző olyan technikai szempontból, mondjuk nem csak a tánc tudására gondolok, de egy téli tájékozódó képességére, vagy egy testtudatra, ami aztán hasznos lehet neki a továbbiakban, hanem is a balettel, hanem bármilyen mozgásformában szeretne megismerkedni. A táborba 5-től 8 éves gyermekek jelentkezhettek. A fiatalok ugyanis ilyenkor még nagyon fogékonyak az új dolgokra. Ez az életkor a legszenzibilisebb. Aki ebben az életkorban kezdi el, és
mondjuk van két lépcsőfok, ugye, ami mindig egy picit elbizonytalanítja ezt a pályát, ez az iskolás kor, ugye, amikor iskolában megy a gyerkőc, akkor sok az inger változás, és nyilván újak a barátok, új a közösség, akkor új dolgok kezdhetik érdekelni, a másik pedig ugye a tinédzser kor, amikor a klasszikus sport abbahagyás időszaka, hogyha ezen a kettőn túl lendülünk, és fennmarad a gyermek érdeklődése, akkor abszolút. Természetesen a heti egy-kettő alkalom az arra nem elég, hogy valaki Európa-bajnokká váljon, sok-sok önálló gyakorlás, proaktivitás és affinitás kell ahhoz, hogy otthon például nyújtson, erősítsen, pluszban gyakoroljon a gyerkőc, és akkor abszolút elképzelhető. Én egy-két növendékben látom is azt a kis szikrát, ami ehhez egyébként elegendő vagy megfelelő lenne, úgyhogy remélem, hogy akár közülük is kerül majd ki ilyen. A tábor záró eseményére péntek délután került sor. Ekkor a gyermekek bemutatták szüleiknek a hét folyamán elsajátított koreográfiákat. Úristen című számra ugye egy jazz, a balett alapú modern tánc technika, régi nevén ugye jazz balett, így terjedt el, ezt most manapság már nem használjuk, ezt a kifejezést, ez a klasszikus jazz, amit én tanítottam be, illetve egy balett, klasszikus balett koreográfia. Egyik segítőm Réka színházi tánc, Simonetta pedig énekes színpadi tánc koreográfiákat, a balett és az énekes színpadi tánc Disney slágerekre, az Encantóból és a Vájánából, illetve a Mary Poppinsból Réka a Mosolyogni kell című nagyon mókás, vidám dallal készült, amit a gyerekek egyébként napközben is nagyon szépen, vidáman énekeltek, tehát látszott, hogy nagyon leköti őket, és foglalkoztatja a dallam, és érdekes számukra, úgyhogy szerintem az oktatók remekül választottak zenéket, és a mozgásokat is ezekre gyönyörűen ráillesztették, mivel a növendékeink nagy része segítség nélkül el tudja táncolni, tehát az eddigi évek tapasztalataival szemben, ugye idén itt ez az első tábor, de Baján már az ötödik kerül idén megrendezésre. Az idei év az eddigiekhez képest annyival rendbontó, hogy nem kell mutatnunk a lányoknak, tehát minden koreográfiát kívülről megtanultak, és maguktól el tudják táncolni, és ez egy óriási dolog szerintem. A rekreációs sportszakember elmondta, amennyiben lesz rá igény, szeretne idén még más korcsoportoknak is tábort szervezni. Volt róla szó a közösségi házban, hogyha esetleg nagy az érdeklődés, és összejönne még egy csoport, akkor akár még egy turnus lemehet. Ugye most, mivel július közepén vagyunk, ezért augusztus közepére még simán összejöhet egy csoport. Én nagyon örülnék neki, hogyha nagyobb lányokkal is tudnék dolgozni. A bajai csoportom, aminek ugye Réka is a tagja, kétszeres Európa bajnok, többszörös magyar bajnok. Nagyon szép sikereket érünk el, és azt gondolom, hogy ez alátámasztja a munkánknak a minőségét, és én nagyon örülnék neki, hogyha ez a helyi közönséggel is, ezzel a helyi közönség is megismerkedhetne, és hogyha esetleg lenne rá érdeklődést, akár a jövőben egy versenycsoportot is indítani, akár itt Kiskörösön. Ez ugye ez érdeklődés függő, tehát hogyha esetleg lemegy az interjú, és ha van rá igény és érdeklődés, akkor meghirdetjük a következő turnust, és akkor akár még egyszer lezongorázhatjuk ezt, akár több korosztálynak. Akik jelentkezni szeretnének a táborokba, megtehetik személyesen a Petőfi Sándor Művelődési Központban, a Rábel Színpad és Zenei Közösség Facebook oldalán, vagy a képernyőn látható e-mail címen.